A Hungary Helps program egy 2017-ben indított magyar kormányzati keretprogram, a humanitárius segítségnyújtás programja, melynek célja, hogy vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül a fejlődő országokban és a különböző válságterületeken folyó akciókat megszervezze és összehangolja. 2018-ban törvény is született arról, hogy egybefogják Magyarország valamennyi nemzetközi humanitárius tevékenységét. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy egy felemás világban élünk, hiszen a demokratikus államok, a fejlett államok sokféle kisebbséget támogatnak, védik a jogaikat, és ugyanakkor meg fájó szívvel azt látjuk, hogy érdekes módon éppen, hogy az európai demokráciának a egyik fő gyökérzetét, a kereszténységet nem védi. Azt látjuk sajnos, hogy nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy manapság a világon a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Azt látjuk, hogy nem áll kiértünk senki. Jótékonysági koncertet szervezett a KISZ nyíregyházi csoportja. Na, a műsorban Hegedűs Katalin és Hegedűs Endre, Kossuth és Liz Díjas zongoraművész, valamint a Kántimusz gyermekkar szerepelt. A koncert vendége volt több Nyíregyházán és Debrecenben tanuló diák, akik a Hungary Helps ösztöndíjasai. Hármas üzenetet fogalmazott meg a civil szervezet helyi csoportja, és tolmácsolja az arra fogékony emberek felé. A kereszténység nem üldöző, hanem üldözött. A jelenkori tömeges migráció eredménye nem gazdasági felvirágzás, hanem ahogy egy korábbi rendezvényünk előadója társszerkesztésében kiadott könyv címében olvashatjuk, migráció, megtört élet, széttört társadalom, és a harmadik dolog pedig, hogy Magyarország nem gyűlölködik, hanem Magyarország segít. Két misszió között érkezett Nyíregyházára a Hungary Helps programért felelős államtitkár. Kongóból jött, majd Pakisztánba utazik. Találkozik azokkal a keresztény üldözöttekkel, akik rászorulnak a segítségre. Az elmúlt 4 év során különböző válságrégiókban, Közel-Keleten, Afrikában közel 500 000 embernek a megmaradását tettük lehetővé, járultunk hozzá, egész egyszerűen az emberi segítségnyújtás eszközeivel. És amikor azt mondjuk, hogy ez a Segítő Magyarország programja, tehát több, mint egy kormányzati, mint egy állami program, akkor mai este ezt a legjobban példázza, amikor azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy védnöke legyek egy jótékonysági koncertnek, ami az embereknek az akaratából, a jó szándékának a kifejezéséből valósulhat meg. A Nyíregyházi Keresztény Értelmiségiek Szövetség gondolta úgy, hogy a mi ügyünk, közös ügyünk fontos. Ez egy nemzeti küldetés, hogy megsegítsük a válságövezetben szenvedő keresztény testvéreket, ezért szervezték meg ezt a koncertet. Az est bevétele és a távol maradt tagok felajánlása közel 600 000 forint volt, melyet az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság juttat el a Boko Haram által megtámadott nigériai Szent Rafael keresztény iskola diákjaihoz.